Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket az Erdélyi Magyar Televízió műsorán a Pszichotrillákba. Állandó meghívottam most is, mint mindig, dr. Kádár Anna Mária, szervusz Anna, köszöntelek. Szia Petra, én is köszöntöm a nézőinket. Látszik, megvan már a dekorációnk, amit köszönhetünk egyébként, ahogy a helyszínt is a Passion virágüzletnek, és akkor ebből kiindulva tudjuk már, hogy a december 6-án miről is beszélhetnénk, mint a Mikulásról, és akkor ezúttal is szeretném a kedves nézőket arra figyelmeztetni, hogy mivel a mágikus gondolkodás lesz a mai témánk a Mikulással kapcsolatban, azért a gyerekeknek egy kicsit próbáljanak meg egy másik helyiségben biztosítani szórakozást, hogy ne rontsuk el ezt a fajta varázslatot így a mai nap során. Szóval a mágikus gondolkodás és a Mikulás érkezése, azért ezek olyan szép dolgok, meg olyan szép emlékeink vannak ezzel kapcsolatban. Most akkor hiszünk, nem hiszünk, meddig hiszünk, hogyan tudjuk elhitetni jó sokáig és kihúzni ezt a fajta gondolkodásmódot a gyerekeknél? Erről azt hiszem, hogy erről kell ma leginkább beszélnünk. Anna, neked mi a legszebb emléked a Mikulással kapcsolatban? Talán ezt már elmeséltem egyszer az egyik műsorban. Az egyik kedvenc jelenetem az mindenképpen az volt, amikor nálunk ugye édesapám játszott el ezt a Mikuláshoz dolgot, akkor még nem járt ennyi amatőr Mikulás az utcán, tehát hogy igazából elképzeltük, hogy hogy nézhet ki egy Mikulás, és én már tudtam, hogy nincs Mikulás, a tesóm még nem, de ugyanabban a lázban meg izgalomban vártuk, és akkor ugye egy ilyen két... Tehát az erkélyünk összekötött két szobát, a hálószobát, illetve a gyerekszobát, és akkor mi gyerekként árgus szemekkel figyeltük azért a gyerekszobában mindenféle nest, főleg a testvérem, aki mindenképpen meg akarta lesni a Mikulást akció közben. Ugye édesapám bement a hálószobán, kiment a balkonra, beugrott az ablakon, és letette volna az ajándékokat, hogyha a tesóm nem nyitotta volna rá az ajtót. És édesapámról azt kell tudni, hogy bár most kopasz, de akkor egy ilyen nagy Jimi Hendrix feje volt, egy ilyen fekete nagy búra, két méterről láttad, hogy az én apukám, és ugye piros tréningbe volt, és megszeppenve állt a szoba közepében, már nagyon nem volt mit mondjam. És akkor a tesóm kirohant a konyhába, és azt mondta anyukámnak, hogy anyuka, láttam a Mikulást, göndörhaja volt. Na hát ez ugye a mágikus gondolkodás. És apukám utána sokszor játszott el a Mikulás szerepét, többek között az egyéves lányomnál is, ahol végülis elfelejtette azt, hogy hát a hangját azért mégiscsak meg kellene változtatni. Hiába öltözött fel, akkor már tetőtől talpig ugye beszereztük neki a Mikulás kosztümöt, meg szakállat, meg mindent. És Lilla alig tudott beszélni, de ránézett apukám, és mondtuk, hogy na, akkor jött a Mikulás, és itt van a Mikulás, mondta, tata, tata. Következő évben pedig mondtuk neki, hogy semmilyen hangot ki ne adjon, tehát bejöhet, leteszi az ajándékot, kimegy. És akkor, hát igen, két pohár pálinka után jött apukám Mikulásra, beöltözve megint, és akkor mondja, hogy ho-ho-ho-ho-ho! És utána rájöttünk, hogyha már nem is belső képek alapján képzeli el a gyerek, legjobb, hogyha már haza akar jönni a Mikulás, akkor egy profi Mikulást hívjunk. Mert hogy valóban jó ezt a mágikus gondolkodást addig megtartani, ameddig csak lehet. Érdekes, hogy mondjuk, hogyha visszamegyünk egy kicsit az időbe, meddig tartott ez a mágikus gondolkodás a gyerekek számára, amikor azért sem tévé, sem internet, sem az iskolában lebuktatói jellegű beszélgetések azért nem tudtak ennyire jelen lenni, hiszen nem volt azért információjuk. Tehát hittünk egy képben, amit nem nagyon cáfolhatott meg a szülőkön kívül senki. Mert még hogyha le is buktak, vagy valami nem úgy sikerült, még mindig egy külön sztorival ezt ki lehetett magyarázni, mert tényleg nem volt mondjuk Mikulásos reklám a tévébe, vagy az interneten. Most meddig tart ez a mágikus gondolkodás, és hol lenne az egészséges határa ennek? Hát, hogyha belegondolunk, emlékszem, még mint negyedikes korban, szerintem én voltam a Mikulásnak a védő ügyvédje, már mindenki tudta, hogy nincs Mikulás, én még erősítettem, de van. És én még egy évvel később is mentem iskolába, tehát hogy régebb azért elég sokáig kihúzódott, ugye a kisiskoláskor vége, ez a 9-10 éves életkor, ez volt a váltás, de most már nagyon sokszor látom, hogy már akár az iskolában lépő gyerek is tudja már, tehát hogy akár ez a gyerekkornak a lerövidülése is, mert hogy
nem csak feltétlenül attól, hogy lát-e ilyen reklámokat, meg stb. Akár ilyen külső ingerek formájában, hanem hogy annyira felgyorsult ez a fejlődés, akár a biológiai fejlődés is, akár a gondolkodásnak ez a fajta felgyorsulása, hogy olyan, mintha túl gyorsan kinőnének ebből a mesekorszakból, és én ezt nagyon-nagyon sajnálom, hiszen rengeteg felnőttkori erőforrásunkat pontosan a mágikus gondolkodásból, a gondolat mindenhatóságából hozzuk, mert akár egy cél elérésében, akár a vágyainknak a megvalósításában azért mégiscsak kell legyen ugye az életbátorság, az a tesztrekészség, hogy semmi nem számít, mert megyek és elindulok, és majd lesz, ami lesz. Ugye ez a mesehősnek az életbátorsága, és hogyha én ezt nem hiszem, hogyha nincs bennem ugye legalább egy cseppnyi ebből a mágikus gondolkodásból, akkor nagyon sokszor ilyen nagyon racionálisan, nagyon földhöz ragadt módon akár meggyőzhetem arról magam, hogy nem éri meg, úgysem lehet, ezért, azért, és akkor felsorom akár a racionális indokokat, de valami elillan ebből az egészből. Jó volt hallani, pont a tanítónénitől kérdeztem meg a nagylányom tanítónénijétől, hogy most hogy áll ezzel az osztály, és hogy jó volt hallani, hogy még azért ott mindenki hiszi. Tehát, hogy azért mégiscsak van remény, hogy a 7 évesek már nem tömegesen lépnek át ugye a reális gondolkodásba, mert hogy ebben nagy szerep van a szülőnek és pedagógusnak is, hogy mennyire tudja fenntartani ezt a varázslatot, mert azért ehhez kell a játékos gyermeki énünknek az aktiválása. Hát azért így 7 éves korban azért már nagyon-nagyon nehéz ezt fenntartani, tehát, hogy én legalábbis amilyen 7 éves, 8 éves korú gyerekeket ismerek náluk, azért már ez eléggé, így még ki is hallgatott, hogy persze, hogy nem hiszek a Mikulásban, hogy te se hiszel, ugye, tehát azt az anyád veszi, azt apád veszi, ez nem úgy van. Kicsit az a nehéz egyébként, hogy például az én kislányom 4 évet fog tölteni, és még elképesztő, hogy milyen hatással van rá ez az egész dolog, és hogy hisz benne, és valami csodálatos. Tehát még jön, hogy én magam is újra elhiggyem azt, hogy ez igaz és valós, mert olyan szeretettel, meg hittel gondol erre a dologra. Viszont az unokatestvére meg már 8-at tölt, és ő meg már azért nagyon képbe kezd lenni ebbe a dologba. Talán még nem hiszi el 100%-osan, de azért már neki az diktálja az esze, hogy ez nem igaz. És érdekes, hogy például egy ilyen kicsi gyerekkel, hogyha ezt megosszák, akkor mi történik? Például egy ilyen kis testvér, nagy testvér, unokatestvérek, nagyobb gyerekek, barátok, hogy történik? Ki tudják ábrándítani a nagyok a kicsit? Mindig akkor ábrándulunk ki, úgymond, amikor már fel vagyunk készülve arra, hogy átlépjünk ebbe a reális gondolkodásra, mert ha nem, bármilyen érvet, ellenérvekkel lehet cáfolni, hogy ezért nem úgy van, mert, és akkor kimagyarázom, hogy azt te nem jó hiszed. Volt olyan gyerek is, hogy körülötte mindenki már mondta ugyanezeket az érveket, és ő mondta, hogy ők nem jól tudják, ők nem hisznek a Mikulásban, de én hiszek, mert én tudom, hogy. Attól függ, hogy hol tart a gyerek a fejlődésben. A reális gondolkodás akár megjelenhet abban is, az én lányom is 7 éves, és akkor kezdett már ezen filozofálni, hogy Covid időben hogy jön a Mikulás, tehát utazni nem szabad, de hogyha a rénszarvasok is maszkot tesznek, meg a Mikulás is maszkot, meg hogy nem jön be, csak az ajtónál hagyja az ajándékot, akkor ez mindez lehetséges. Tehát, hogy ebben merül ki ugye a realitás, hogy behozza a külső körülményeket, és rávetíti a mágikus tartalomra. Uh-huh. És akkor ezen is filozofálnak, de hogy tud körbejárni mindenkit, mert ugye ez már megjelenik, hogy akár a Nodi rajzfilmben is látták, hogy lehet egy egész éjszaka alatt bejárni a teljes világot, és akkor ott megáll az óra, ugye tavaly mi voltunk Jollupukkinál a Finn Mikulásnál, és ott is volt az óra, és akkor elmeséltük, hogy na, akkor ez az óra megáll azon az éjszakán, ameddig mindenki meg nem kapja az ajándékot. Aztán azt is kérdezte, hogy nálunk miért volt magyarul beszélő Mikulás, és ott Finn Mikulás van, és akkor most melyik az igazi, vagy hogy van ezekkel az igazikkal, és akkor azt is elmagyaráztuk, hogy ez az igazi, aki itt lakik, de neki minden országban van egy segédje, aki tud az illető gyerekekkel a saját nyelvükön beszélni, és akkor van egy egész Mikulás csapat, aki működik, tehát hogy azért már felteszik ezeket a kérdéseket, de ez még mindig a valóság meg a fantázia keveréke. Ez a gyönyörű szerintem ebben az óvodáskor, kisiskoláskor elejé időszakban, hogy ha akar, egy lépéssel a fantáziában van, ha akar, egy lépéssel a valóságban, és onnan, miután már átlépett, akkor
ez nagyon fontos, hogy meg kell várni, ameddig ő át tud lépni. Mert sok szülő mondja azt, hogy de fel kell világosítani, mert én nem akarok neki hazudni, és akkor mi lesz, hogyha megtudja, és nekem is mekkora trauma volt, mikor megtudtam. De hogy igazából valahogy kinövünk ebből az egészből, és belenövünk egy másik korszakba. És ez, hogyha hagyjuk, hogy a maga módján történjen. Ugyanúgy, mint a kúszás-mászásból, ahogy egyszer csak felállunk és járunk. Ki ekkor, ki akkor. Ezt meg lehet segíteni járókával, de hogy nem a legjobb dolog. Lehet mit tudom, pórázon sétáltatni a gyereket, de hogy meg kell hagyni, hogy az ő tempójában. Lehet, hogy valaki már 7 évesen tudja, lehet valaki még 9 évesen még mindig védi a Mikulást. Tehát, hogy ez mindenképpen gyerekfüggő, nem csak életkorbeli sajátosság. Vannak azok a szülők, akik nem hisznek abban, hogy fontos az, hogy a gyerek egy álomvilágban éljen, kifejezetten ezt negatív dolognak élik meg, és már egészen korán kiábrándítják akár ebből, akár mással kapcsolatban is. Miért fontos nekünk, és a későbbiekben milyen hasznunk van abból, hogyha ezt a mágikus gondolkodást minél tovább meg tudjuk őrizni egy gyerek számára? Tehát, hogy azért szerintem ennek hosszú távú következményei is vannak, és fontos, hogy ez azért jelen legyen az életünkben. Az életbátorságot azt már említettem, akár az akadályoknak a leküzdésében ez a fajta belső hit, másrészt pedig a belső képeknek a megálmodása, a céljaink, a vágyainknak az előrevetítése. Ez akár ugye a mesei világképpel is összefügghet, mert hogy az, amit hallok, én le tudom vetíteni belső képek formában, fel tudom dolgozni ezeket az élményeimet, és az a tény, hogy én gyerekként a mágikus gondolkodáson vagyok, és a gyereki gondolkodása rárimelő világkép. Ugyanígy látja a gyerek azt a világot. Ahogy egy mesébe is belehelyezkedik, tudja, hogy ez mintha világ. Tehát, hogy nem kell ettől félni, hogy ő most akkor ugye konkrétan, tartalomszerűen értelmezi azokat a képeket. Mert nagyon sokszor a mesékkel szemben is ugyanez az ellenállás van. Hogy meséljük el neki azt, hogy Jancsi és Juliskát akkor ott hagyják az erdőbe, és hogy vannak ilyen gonosz szülők, mert hogy ezzel tönkretesszük a gyereknek a lelkivilágát, meg hogy homopipőke testvérének a sarkából levágnak egy darabot, és csepeg a vér a cipőből. De hogy ezen egy gyerek nem fog meglepődni. Tehát, hogy átsiklik ezen képek fölött, mert ő megteremti magának azokat a belső képeket, az ő belső fantázia világában, pontosan a mágikus gondolkodás által, ahol minden lehet, minden valóra válhat. De hogy pont ezáltal válhatnak valóra a legnagyobb félelmek is. Erről egyszer talán beszéltünk, hogy mennyire komolyan kell venni pontosan ezeket a félelmeket, szorongásokat, mert hogy nem csak a királykisasszony és a Mikulás és a húsvéti nyúl jelenhet meg, hanem a mumus, a szellem és bármi. Tehát ennek a világnak az ellenpólusa is ott van az ő életében. Hol van az a pont, amikor ez a dolog esetleg átfordulhat a ló túloldalára? Ugye nyilván ennek is van egy egészséges része ennek a mágikus gondolkodásnak, de gondolom azt, hogy ennek ugye van, tehát szoktuk azt mondani, hogy ennek a gyereknek túl élénk a fantáziája, vagy már túl nagy ahhoz, hogy még azért ilyen képzeletvilágba éljen. Ugye akár 11 évesen a képzeletbeli barát, vagy tehát amikor már nem abban a korszakban van, hogy ezt természetes legyen, és talán túlságosan is erre építi az ő életét és világát, hogy hisz ezekbe a dolgokba. Van ilyen? Tehát van egészségtelenül túlzott része ennek? Persze, tehát, hogy a képzeletbeli barát is azért 7 éves kor körül eltűnik, tehát szép lassan elköszönnek tőlünk, illetve 8-9 éves kor, maximum 10 éves korig azért ez a mágikus gondolkodás szertefoszlik, sőt, nagyon gyakran jóval hamarabb. Ez megjelenhet akár a konfabulációkban, amikor kitalálok valamit, és ez teljesen természetes, hogy mágikus gondolkodás periódusában azt mondom, hogy én láttam egy elefántot az utcasarkon, és akkor köszönt nekem, és ez történt, az történt, de hogy már ez kisiskoláskor végén, ugye általános iskoláskor kezdetén, azért ez már egy hatalmas felkiáltó jel, mert hogy lehet, hogy a gyerek az a realitás elől menekül egy ilyenfajta fantázia világba, amit nem tud ő feldolgozni. Ott van a Csokoládé című film, szerintem ezt többen látták, és ott a Pántofül a nyúl, a kislánynak a képzeletbeli barátja,
hogy folyamatosan kellett költözködniük egyik városból a másikba, megteremtett magának egy képzeletbeli barátot, és nagyon szépen látszik a film végén, hogy ahogy megállapodnak, a Nyuszi elköszön tőle. Tehát, hogy akkor már nincs szükség rá, hogy ezeket az érzéseket, élményeket valahogy tompítsa. De hogyha egy ilyen menekülésre megy át, és én nem tudok a realitás talaján megállni, akkor viszont problémás, de soha nem a jelenség a probléma, hanem ami mögötte van. Hogy mire válaszreakció, mert lehet teljesen adekvát reakció ott, ahol tényleg fel van borulva körülött a világ, lehet, hogy olyan családban él, ahol alkoholista szülő van, vagy válnak, vagy agresszió, vagy abúzus, vagy bármi, és akkor neki ez az egyetlen lehetősége marad, hogy elmeneküljön ebbe a vágyvilágba. Tehát azért ez egy mentőv. És azt mondhatjuk, hogy a gyerekeknek ez a világa, ez amúgy is egy mentőv. Tehát nyilván ők sem vakok, sok mindent látnak, de ez nem mennyire szép, hogy az emberi elme ebben a korban mindezt megszépíti, vagy teljesen elvarázsolja, vagy egy egészen más világot teremt köré. Mennyire szép az, hogy édesapád hiába volt látható a testvéred számára, mégis azon a napon, amikor kellett jöjjön piros ruhába, nagy hajjal, ő a Mikulás volt. Tehát, hogy ennyire átalakítja a gyermeki elme ezt a dolgot. Szülőként egyébként van feladatunk, hogy abban, hogy mondjuk 7 évesen az iskolában már senki nem hisz benne, lassan a mi gyerekünket is mondjuk kiábrándítják, és mi még mindig megpróbáljuk meggyőzni arról, hogy van. Tehát próbáljuk mi még ezt visszatartani? Ez vagy mindig a gyereknek a fejlődési tempója dönti el. Tehát látjuk, amikor már annyira feszít a valóság, hogy már ő tudja és rájött, hogy melyik az a pont, ahol igenis elmondjuk neki, mert ő biztos, hogy rá fog kérdezni. És hogy mindig akkor fog rákérdezni, amikor már készen áll arra, hogy ezt a választ meghallgassa. És talán akkor az is nagyon fontos, hogy leüljünk mellette, és meghallgassuk az érzéseit, hogy akár csalódottság is lehet, hogy jé, akkor ti voltatok, és az is az volt, meg ő felépíti a fejében ugye a másik puzzle-t, vagy lehet, hogy csak elmosolyodik rajta, és teljesen természetesnek veszi. Mert hogy sokan tényleg beszámolnak arról, hogy ez nekik egy hatalmas ilyen negatív élmény volt, és nagyon gyakran olyan helyzetekben, ahol a szülő leültette, és konkrétan felvilágosította a gyereket. De nem várta meg, ameddig a gyerek készen lesz rá. Van az a jó kis levél, a New York Times egyik rovatában jelent meg, hogy volt egy szerkesztő, aki mindig az ilyen tudományos félreértéseket, meg az ilyen babonákat oszlatta szét, és egy 8 éves kislány, Viktória írt neki egy levelet, hogy akkor most már mondja meg, hogy a Mikulás létezik-e vagy sem. És ezt akár a Facebook oldalunkra is feltehetjük ezt a levelet, mert hogy annyira jó ez a válasz, amiben ugye az van, hogy a Mikulás mindig volt és mindig van, ameddig a gyereki öröm ott van és jelen van a világban. Tehát, hogy az az ember, aki ugye az a feladata, hogy ezeket a tévhiteket eloszlassa, a mágikus gondolkodás mellett letette a voksát, és ez nagyon sokáig a rovat megszűnése után is évekig megjelent nyomtatásban ez a válasz. Tehát, hogy a gyerekkor védelme az jóval fontosabb, mint bármilyen racionális vagy tudományos válasz. Nem csak a Mikulással kapcsolatban vannak ilyenfajta gondolataink és mágikus gondolataink, sőt azt gondolom, hogy érdekes, hogy a szülő például hogy használja ezt a dolgot a gyerekkel szemben. Ugye, amikor szeretnénk, hogy valamitől ne féljen, akkor hogy tudjuk ezt a fajta mágikus gondolkodást használni? Vagy amikor próbálunk egy traumatikus élményt, egy traumatikus dolgot elpalástolni ezzel a fajta mágikus gondolkodással. Ezekről mi a véleményed? Hogy működik? Mennyire lehet ezekkel játszani, tudatosan használni a gyereknél? Ott van ugye a film, a La Vita e Bella, az élet szép című film, ami tökéletes példája ennek a mágikus gondolkodásnak, hogy a világháború borzalmait úgy lehet átélni egy gyerekkel, hogy a gyerek tényleg elhiszi, hogy pontokat kell gyűjteni, és a végén lehet nyerni egy tankot. Tehát, hogy szülőként mindenképpen fontos, hogy azokat a jelenségeket, ami egy gyerek fejjel nem érthető, sőt, még gyakran felnőtt fejjel sem, hogy akkor miért kell háborúzni, meg miért kell ilyen, teljesen irracionális dolgokat tenni, mikor két ember nem jut közös nevezőre, mert ezt még felnőttként is nehéz megérteni, hogy akkor valahogy úgy bevonni ezt a világot egy olyan fajta védőburokkal, ami sértetlenül hagyja a gyereket. Mert a gyereknek nem azon kell aggódni, hogy a koronavírus előfordulási mutatója mennyi, és ő hányan haltak meg, mert hogy az nem az ő életkori sajátosságainak való. Mert ha nem, akkor nagyon könnyen ilyen parentifikált gyerekké válik, akit megterhelünk olyan információkkal, amik
amik egyszerűen elveszik az ő gyerekkorát. Hogy akkor most mennyi pénz van a családi kasszában, és mennyit vásárolhatunk, vagy nem, ő ezekről nem kell tudjon, nem az ő életkori sajátosságának megfelelő. Ugyanúgy a félelmek kezelésénél is, bármikor segítségül hívhatjuk a mágikus gondolkodást, ugye amikor volt nálunk az a mumusoktól való, meg a szellemektől való félelem, nekünk volt a levendula spréjünk, ami mumusűző spréj volt, és akkor elég volt 2-3-at fújni a levegőbe, mert azt a mumusok nem bírják, tehát attól hanyat homlok menekülnek, sőt, még volt az a... És igazából ettől meg is szűnt a szorongás, amikor kérdezte Lilla tőlem, hogy de akkor, hogyha jönnek a szellemek, akkor most mit csináljunk, vagy akkor hogy legyen? És mondtam, hogy hát mivel anya meséket ír, a szellemek, tehát a szellemeknél nekem nagyobb a hatalma bármikor, tehát hogy a mesevilágban annak van a legnagyobb hatalma, aki meséket ír, sőt, mikor egyszer találkoztam egy szelleme, olyan pofut adtam neki, hogy leesett a feje, és a kezébe kellett vigyen. Na hát ez ilyen nagyon jó, ilyen muri sztori volt, és sőt egyszer az óvodában el is mondta, hogy ha valaki valami többfél, akkor csak annyit kell mondani, hogy Káder Anna Mária, és akkor a szellemek hanyat homlok elmenekülnek. De hogy bármit ki lehet találni varázspárnát, sőt, ami érdekes, hogy még a diákok is használják. A vizsgahelyzetbe jönnek a szerencse tollal, meg a varázs kosztümmel, meg a mit tudom én, kis gyerekkori moncsicsivel, meg a gyerekkori párnájukat hozzák, amikor egyik városról a másikba költöznek, tehát hogy valami csak megmarad ebből a mágikus gondolkodásból, tehát az a biztonság élmény vagy érzés, amit egy gyerek hoz akár az átmeneti tárgyán, a kis rongyán keresztül, ami az anyától való leválás szorongását is egyféleképpen csökkenti valahogy, valahogy ez olyan, mint egy ilyen puffer zóna, hogy nehogy túl gyorsan csattanjunk a valósághoz, valahogy ez az egész letompítja, és úgy engedi közel a lelkünkhöz, ahogy az megbírja ezt az egészet. Azért vannak olyan emberek, akiknek nagyon, nagyon nincs már jelen az életében ez a fajta mágikus gondolkodás, még abban a picike részében sem marad meg. Ők miben szenvednek hiányt? Hát igen, érdekes. Hát a gyereki énjükből, a csodagyerekből, ami talán egyik legfontosabb erőforrásunk, hogy ezt a fajta világlátás, szemléletet valahogy vissza tudjuk hozni az életünkbe. Ezt a gyerekkel újra tanuljuk. Tehát akinek megadatik az, hogy gyerekek közelébe legyen, saját gyereke legyen, valahogy úgy belenő vagy visszanő ebbe a fajta gondolkodásba. Ha meg nem, akkor ott érzi is, hogy nagyon sántít ez a két dolog, mert a gyerek egy teljesen más dimenzióban van, időtlenség, korlát nélküliség, nagyon könnyen le lehet törni a gyereknek a vágyait, álmait, ez nem lehet, az nem lehet, ez nem lehet, ugye akár, ha csak már bemegy egy szerepjátékba, vagy fantáziajátékba, és ő orvos akar lenni, vagy elmondja, hogy neki most lovardája lesz, te tudod, mennyibe kerül egy ló? És tudod, hogy annak mennyi a fenntartása? És tudod, hogy te addig mennyit kell dolgozzál, hogy neked ilyen lovardát legyen? Szerintem válasszál magadnak ami másod, mert ez így nem működik. Tehát még játékban sem engedi megélni, vagy kiélni ezeket a vágyakat, sőt, ő maga nem tud álmodozni, meg merész dolgokat kitűzni, mert hogy annyira oda van szögezve a realitáshoz, és annyira ebben a csőlátásban van, hogy végülis meg sem fogja tudni valósítani, mert ez tényleg úgy van, hogy amit én belül megálmodtam, megteremtettem, elhittem, azt tudom kívül megvalósítani. Az nem valósul meg kívül, amit én belül nem tudok elhinni, és ehhez kell egy merészség, egy vakhit, tehát ez a mágikus gondolkodásnak az ereje, amit gyerekkorunkból viszünk, mert azt később nem lehet megtanulni, tehát azt, ha lekésted, akkor annyi. Köszönöm szépen, Anna, hogy itt voltál velem, és köszönöm szépen a kedves nézőknek is, hogy itt voltak velem. Azt hiszem, hogy nagyon szép zárószavakat kaptam. Mágikus gondolkodás kell az életünkben. Azt hiszem, hogy egy ilyen nehéz évben, mint amiben vagyunk, meg aztán egyébként a többi évben is, amilyen megpróbáltatásokkal szembenéz az ember az élete során, kell az, hogy egy kicsit higgyünk, kell az, hogy egy kicsit varázsvilágba, mágikus világba kerüljünk. Mindenkinek kellemes ünnepeket kívánok erre a mai napra, jó mikulásvárást és érkezést és ajándékbontást. Én remélem, hogy mindenkinek megadatik az, hogy ma egy picit újra elhiggye, hogy létezik a Mikulás. Köszönöm, Anna, hogy itt voltál velem. Köszönöm én is. A viszontlátásra. Viszontlátásra.